Tavaly volt az első, idén pedig már a második alkalommal lesz húsvétoló, melyet az ünnep tiszteletére rendeznek meg ismét. Ám az előzőhöz képest változás, hogy a tavasz első nagyszabású eseményének ezúttal nem a város főtere, hanem a József Attila Múzeum skanzenje ad helyet. A családias hangulatról nem csak a helyszín, hanem a szombati programok is gondoskodnak. Az állatsimogatóval, a tojásfával, a tojásdobálással, a tojáskereséssel, a kézműves foglalkozásokkal. 12 órakor lesz egy gyerekzenés, gyerekműsorunk a Miamano színház előadásában. A Tapsifüles, a Húsvéti Nyúl című darabot fogják bemutatni. Egész nap táncház várja a gyerekeket, népi játékok, ostorcseregetés, kakasütés, de kipróbálhatják a gólyalábazást, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a vendégeket. Remélem, hogy nagyon fog tetszeni mindenkinek az új helyszín. A húsvétoló holnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét, egész nap népi ügyességi játékok hada várja majd a gyerekeket, akik pedig ezt megunták, azok a Maros Tánc Együttes közreműködésével táncházban mulathatják idejüket. Az érdeklődők megtekinthetik az együttes ifjúsági csoportjainak táncbemutatóját, valamint a Rozsdamaró zenekar jóvoltából népi hangszerekkel ismerkedhetnek meg. Húsvét lévén nem maradhat el a tavaly készített tojásfa sem, amelyet a múzeum udvarán állítanak majd fel.